Az egyik legkedveltebb és legismertebb madárfaj a bagoly. Könyvekből, filmekből, vagy éppen a vadasparkból is ismerős lehet, azonban valóban jól ismerjük ezt a kivételes állatot. Mennyit tudunk a baglyokról? Nagyon különleges madárfélék, nagyon sokban hasonlítanak és különböznek is a többi madártól. A kezemben két különböző madárfajnak a tolla található, az egyikben egy bagolyé, méghozzá a nálunk élő macska bagolynak az egyik tolla, a másik pedig itt találtam nemrég a vadaspark területén sétálva, ez valószínűleg egy dolmányos varjúnak a tolla lehet. Ami különbözik például, ha már csak meg is tapintom, hogy a varjúnak, ahogyan az összes többi madárnak is a tolla, puhának érződik, de azért mégis kemény, sima és nem annyira sejmes. Viszont ha megfogom egy bagolynak a tollát, akkor olyan, mintha pihe-puha nyuszit vagy plüssállatot simogatnék, nagyon finom, sejmes, puha tollai vannak. Ha közelebbről megnézzük egy tollnak a felépítését, akkor ugye ezek a tollak egymás mellett építik fel a madárnak a szárnyát vagy a farok tollait. Ezek a pici szálaknak a szélein kis halszálka-szerű kampok vannak, amivel, hogyha a madárnak egy kicsit borzos reggel a tolla, akkor a csőrével szépen lassan átfésüli, megigazítja, és ezekkel a kis kampokkal összeakaszkodnak ezek a kis szálkák, és már olyan, mintha nem is szedtem volna szét a tollat. Nagyon ügyesen ki van találva a természet. A bagolyi is hasonló, ugyanúgy kis szálkákból állnak. Ezek az oldalsó szálkák sokkal hosszabbak és sokkal puhábbak, olyan, mintha pici puha szőrök lennének rajta, ami nem csak a szélén található, de ugyanúgy összetartja a bagolynak a tollait, hanem itt a legelején is, hogyha lefele simogatom, lehet látni, hogy picike szőrszálak, amik valójában tollak, de picike szőrszálszerű tollak vannak, amik még jobban puhítják a bagolynak a tollát. Na de miért van a baglyoknak szüksége arra, hogy ennyire puha legyen a tolluk, amikor az összes többi madárnak nincs erre szüksége? Nos, az összes többi madár, ők nappali madarak, nappali ragadozók vagy nappali magevők. A baglyok viszont éjszaka vadásznak, és éjszaka a legtöbb állat, amikre vadásznak, a kisegerek, kisrágcsálók, azok nem is a szemükre, hanem a fülükre hagyatkoznak. És a bagoly, hogyha hangosan repül, akkor a kisegér seperc alatt meghallja azokkal a hatalmas nagy lapátfüleivel, hogy közeledik a veszély. Azonban, hogyha hangtalanul száll a bagoly, akkor nagyon egyszerűen el tudja kapni a prédáját. Mi a Budakeszi Vadasparkban négy különböző bagolyfajt mutatunk be jelenleg, a kuvikot, a hóbaglyot, a macskabaglyot, és aki a kezembe van, az erdei fülesbaglyot, aki nagyon utál engem, ami teljesen normális a vadon befogott baglyoknál. Sajnos a természetben a kint élő állatokkal nagyon sokszor történnek balesetek. Például az egyik leggyakoribb baleset, ami a madarakkal történik, az az áramütés, vagy pedig, hogy az autók elütik őket. Ez a két erdei fülesbagoly, aki bekerült hozzánk, ők mind a ketten mentett madarak, és ahogy lehet látni is, neki csak félig van meg az egyik szárnya, tehát repülni ő nem tud. Akkor át tud repülni, hogy fel tud szépen lassan ugrálni és menni a kifutójában lévő fának a tetejére, de sajnos nagyon hamar kint a természetben az első ragadozó elkapná, így őt sajnos nem lehet visszaengedni a természetbe. Így ilyen esetekben kerülnek be állatkertekbe, vadasparkokba vadonról befogott állatok. Ezeket az állatokat az állatorvos megpróbálja meggyógyítani és megmenteni a sérült testrészeiket, szárnyaikat. De nagyon sokszor sajnos nem sikerül, hogyha már eléggé előre haladott a sérülése. Ezek a tollfülek innen indulnak el, a szemük fölül, tehát ezek a tollfülek igazából a szemöldöküknek a meghosszabbítása. Ezzel az érzelmeiket tudják kifejezni a többi madártársaik felé. Nem kell olyan komplex érzelmekre gondolni, mint ami az embereknek van, de például a félelmet, a rejtőzködést, az agressziót, vagy éppen a nyugalmat tudják ezzel kifejezni, attól függően, hogy éppen hogy állnak ezek a tollfülek. A valódi füle azonban neki nagyon érdekes, a szeme mögött található, ilyen hatalmas füle van, így tudják akár a hó, a több méteres hó alól is a kis egérnek a motozását meghallani, és tűpontosan elkapni a hóba belerepülve, és el is kapják azt az ekkora pici egeret. Ami még nagyon érdekes rajtuk, hogy hogyan is vannak nekik a karmaik, most egy picit ki is nyitotta, lehet látni, hogy négy darab lábujja van,
ez a kettő mindig előre fele néz, ez pedig mindig, köszönöm, hogy kinyitottad, ez pedig mindig hátra, ez pedig vetélő ujjnak nevezik, ami, hogyha például kapaszkodik az ágon, tud előrefele is állni, de tud hátrafele is, így kettő elől van, kettő hátul. Attól függ, hogy éppen mikor, mire használja, úgy áll neki ez az ujja. Ez például szintén a baglyokra jellemző csak. Illetve, ami még jellemző a baglyokra, ez a kis tányér alakú, kör alakú, toll alakulás a fejüknél, ettől olyan kis lapos hatású a fejük. Ennek az a fő funkciója, hogy a hangokat a fülükhöz irányítja, és azért vannak ilyen kis lapos tányérszerű, parabolaszerű tollaik a fejük körül.